Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Múzsát látják, a Kalocsai Televízió kulturális magazinját. Május 2-án a Városi Színházban tartották meg a Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány hagyományos tavaszi gála műsorát, melyre ezúttal is valamennyi helyi tagovoda készült műsorral. Az eseményen befolyt bevételt a kalocsai óvodás és bölcsödés gyerekekre fordítják. Versekkel, mondókákkal, énekekkel és játékos előadásokkal lepték meg városunk óvodásai a közönséget a színházban, ahol idén is a Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány szervezésének és tagintézmények aktív nevelő testületeinek köszönhetően telhettek meg a padsorok és a kihelyezett adománygömbök. Évek óta hagyomány, hogy ősszel jótékonysági bált, ilyenkor tavasszal pedig ilyen jótékonysági gála műsort szervezünk, azzal a céllal, hogy az itt befolyt bevételből, támogatásból a gyerekeknek a gyereknapját varázsoljuk szebbé. Minden tagovoda verses, zenés, dalos meglepetés műsorral készült, továbbá a Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola néptáncosai adnak elő egy kis koreográfiát. Az egész óvodai közösséget érintő programra most is valamennyi csoport nagy lelkesedéssel készült. Kalocsai óvodások vagyunk valamennyien, és hogy összetartozunk, az néhány olyan alkalomba tud kiteljesedni, amiben városi rendezvényt is tartunk. Ugye azt mindenki tudja, hogy van egy közös pedagógiai programunk, közös célkitűzéseink, közös feladataink, de maga az, hogy egy-egy tagovoda milyen gyakran tud gyerekszinten is találkozni, hát az nem olyan sok egy évben, de pontosan ezek az alapítványi rendezvények, illetve hát az a néhány közös program, amit tavasszal és ősszel meg tudunk tartani, azok segítik azt, hogy mi kalocsaiak egy intézményt képviselünk, és egy intézménynek az óvodásai vagyunk. A tagóvodákban ugye a segítségnyújtás az mindig a tagóvodai szinten tud megfogalmazódni, és ott a csoportban az óvónénik, illetve a tagóvoda vezetők fogják össze, hogy az adott tagóvodában esetlegesen milyen társadalmi megmozdulást, vagy milyen összefogást szerveznek a szülőknek. A gyerekeknek úgy szintén, mert ugye minden gyerek jár egy-egy csoportba, de azért egy óvodát képviselnek, tehát ott is vannak óvodai rendezvények is, és hát tagóvodán belül próbáljuk meg az adott szülői közösséget egyrészt összefogni, másrészt meg nyilván intézményi szinten is próbálkozunk olyan programokkal, mint ez az alapítványi is, de ide sorolhatnánk a közlekedésbiztonsággal kapcsolatost, vagy egy mesemondó, vagy egy versmondó, vagy egy dal napi, vagy a Nemzeti Összetartozás napján, amit megtartunk az óvodásainknak. Természetesen többnyire a nagycsoportosok részesülnek ezekből a programokból, mert ők a mobilabbak. Ők tudnak könnyebben már közlekedni, akár gyalogosan eljutni egyik óvodából a másik óvodába, és hát ugye nyilván a közlekedés is behatárolja, hogy kiket tudunk bevonni. De az elmúlt időszakban az előző 2-3 év az nagyon lesújtó volt a számunkra, hiszen a közösségi rendezvényeket nem tudtuk megtartani. Ugye óvodáink híresek voltak arról, hogy nagyon sok programot szerveztek, nagyon sok programra próbáltuk bevonni a családokat, viszont a Covid egy kicsit ezt háttérbe szorította, megakadályozta, de most nagyon örülünk annak, hogy újra el tud indulni maga ez a egymásért és az egymáshoz való kapcsolódási pontoknak a keresése, és több olyan programot tudunk szervezni, ahol együtt vagyunk a város óvodásai. A jótékonysági gála nem jöhetett volna létre lelkiismeretes szervezés nélkül. Az intézmény vezető valamennyi kollégájának megköszönte a közreműködését. A kollégáim nagyon sokat dolgoztak, szeretném nekik megköszönni a munkájukat, hogy felkészítették a gyerekeket, illetve a kuratóriumnak a tagjainak, és hát az alapítvány elnökének, Temesváriné Bánfalvi Timeának munkáját azért, hogy megszervezte, és hogy egyáltalán mint motor működik, és segíti az, hogy létrejöjjön egy-egy ilyen rendezvény. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. A rendezvényen dr. Filvi Géza polgármester is tiszteletét tette, és köszöntötte a résztvevőket. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy Kalocsa Város Önkormányzata nevében megköszönjem az alapítványnak a munkáját. Most itt a
elnök asszony eltávozott a színpadról, de személyesen is ezt neki megtettem. Nagyon fontos munkát végeznek a kalocsai bölcsödék és óvodás gyermekekért, hogy őnekik minél komfortosabb legyen a kis életük, és az ő nevelésüket minél színesebben tudják kialakítani. Önkormányzatunk a fenntartó, azt gondolom látható már az, hogy milyen nagy figyelmet fordítunk, hogy az óvodásaink, bölcsödéseinknek minél jobb körülményeket tudjunk biztosítani, és önöknek is mondom, hogy a Lurkó palota melletti óvoda bővítésre megkaptuk az építési engedélyt, és terveink és ütem szerint ősszel ott is elkezdődhet a munka, hogy a másik szárnyat is meg tudjuk építeni. De emellett nyilván minden törekvésünk mellett minden segítség jól jön, és mindenkit bíztatok arra, hogy az alapítványon keresztül lehetősége szerint támogassa az alapítvány munkáját, mert minden egyes oda beérkező forint az a kalocsai óvodásoknak és a bölcsödéseknek színesíti az életét, úgyhogy tényleg aki ezt meg tudja tenni, akkor az alapítványon keresztül saját gyermekeinknek a komfortját növelve tegyük meg, és hogy kalocsai gyermekeknek tényleg színes gyermekkoruk legyen, és a nevelésük, az oktatásuk minél könnyebb körülmények között menjen. Úgyhogy erre bíztatok mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a mai műsort, a gálaműsort. Kiváló alkalom ez arra, hogy mi is kinyilvánítsuk itt a támogatásunkat, jelenlétünkkel is, és anyagiakban is az alapítvány munkája felé, amelyet ezúton is ismételten nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok!
Nem érez a tezred haját!
fizesse kend az áldozat.
A Kalocsaváros óvodásaiért alapítvány javára ez alkalommal 191.500 forint gyűlt össze. Aki további támogatással szeretne élni az óvodák és a bölcsöde felé, adója 1%-ának felajánlásával az intézmény weboldalán leírtak szerint megteheti. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, viszontlátásra!